277.771, mindössze ennyien voltak munkanélkül Magyarországon a legfrissebb számok szerint. Egy év alatt több mint 56.000-rel csökkent az állás nélkül lévők mennyisége, ami 6,1%-os rátát eredményezett. Eközben közel 4,4 millióan voltak állásban országszerte, ez kicsivel több mint 66%-os foglalkoztatást jelent. Győr-Moson-Sopron továbbra is kilóg a hazai mezőnyből, a megyében több mint 212.000-en dolgoztak a második negyedévben, ez majdnem 70%-os foglalkoztatás, ami jócskán meghaladja az országos adatot. Szűkebb régiónkban 3387-en nem dolgoztak az októberi számok alapján, ami több mint 200 fővel csökkent szeptemberhez képest. A győri járásban volt a legnagyobb a mérséklődés, itt 157-tel voltak kevesebben munkanélkül. Voilà. Jól mutatnak a munkanélküliségi adatok, amiket a KSH is megerősített friss számaival. Ezek szerint Magyarországon 6,1, a Nyugat-Dunántúli régióban 3,1, a megyében pedig mindössze 1,6%-os a ráta. Ráadásul a pozitív tendencia annak ellenére is folytatódhat, hogy tél van és az idény munkák már befejeződtek idehaza és külföldön is. A megyében állást keresők nagyobb része, pontosan 56%-a egyébként nő, és 486 25 év alatti munkanélküli is van a rendszerben. Több mint egy éve 655-en voltak állás nélkül Győr-Moson-Sopronban, ők többnyire 56 évnél idősebbek. Csoportos létszámleépítés nem volt, a munkaerőhiány viszont lassan minden területet érint, a kereskedelemtől kezdve a szállítmányozáson át egészen a vendéglátásig.